Évszázadokkal ezelőtt egy német szerzetes, bizonyos Heinrich Seyze, a legenda szerint angyalokkal találkozott. Seyze életének a mélypontján volt, és csupa súllyal a lelkében barangolt a tájban. Amikor is énekszót hallatszott. Énekszót hallott. Nem akármilyen énekszót, gyönyörű énekszót hallatszott. Nagy fényességet is látott hozzá. Normális ember ilyenkor fut. Heinrich Seyze közelebb ment az énekszóhoz, és közelebb ment a fényességhez. Heinrich Seyzének volt igaza. Az angyalok énekeltek, az angyalok táncoltak, hívták őt is, hogy legyen része ennek a csodának, ennek a talán karácsonyi csodának. Heinrich Seyze pedig bátrabb volt, mint én. Közelebb ment, együtt táncolt az angyalokkal, és úgy ébredt, hogy a lelke megkönnyebbült. Szebb lett az élet, meglátta az élet fontos dolgait. Leírta, amit hallott, leírta a szöveget, amit hallott, és ha jól emlékszem, több mint 700 éve része Európa karácsonyainak. Az Indulci Jubiló, más szóval magyarul az angyal énekel. Fogadjátok szeretettel. Thank you.
Szeretettel köszönöm a kedves családomnak azt, hogy nem csak magamat adhattam ma este, de őket is. Szeretettel köszönöm nektek, hogy ennyien, megható, hogy mennyien vesztek részt ezen a koncerten. Nem gondoltam volna, de hát mindig kis hitű vagyok, és aztán mindig rácáfoltok arra, hogy kár kis hitűnek lennem. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan együtt lehetünk itt a nappalimban, itt a családi fészekben, itt a Genezisnél, ahonnan mind a ketten a testvérem indult az európai színházak színpadára, és ahonnan én indultam az orgonák mögé. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Ha jól éreztétek magatokat ma este, akkor megnyitunk egy második eseményt, ez a 2017-es karácsonyi koncert, amelyen az új lemezemet mutattam be akkor az Uránia Nemzeti Filmszínházban, erről készült egy koncertfilm. Ki tudja miért, ezt éveken át a fiókban tartottam, mint hogyha csak várt volna a 2020-as koronavírusos évre. Úgyhogy közé tesszük az eseményt, ha van kedvetek, akkor meg tudjátok azt nézni a két ünnep között. Ugyanott találjátok, ahol ezt találtátok. Most pedig az utolsó művel, Vidor F-dur tokkátájával azt gondolom, hogy megérkezünk a fénybe. Beethoventől indultunk. Arról beszéltem a hangverseny elején, hogy a sors vajon megkerülhetetlen, vagy pedig azért az embernek is van beleszólása abba, hogy mi történik az életében. Beethoven megkomponálta az elkerülhetetlen sorsot, de az, hogy mi ma este itt vagyunk egymással, feszül közöttünk egy drót, és azon a dróton keresztül, a levegőn keresztül, a technika számomra csodálatos világán keresztül mégis ott vagyok közöttetek a nappalitokban, ti ott vagytok velem az én nappalimban, ez egy, mi ez, ha nem egy sorsfordító dolog? Együtt vagyunk, és mi ez, ha nem a karácsony lényege, hogy együtt legyünk azokkal, akiket szeretünk. Sok dologra taníthatott bennünket ez a 2020-as esztendő. Az egyik ezek közül talán az volt, hogy mik is a hangsúlyok az ember életében. Azok-e vajon, hogy feltölthessük a Facebookra, hogy hány felé jártunk a világba, és hogy honnan küldtünk haza virtuális képeslapot, vagy azok-e vajon, hogy ott voltunk azokkal, akiket szeretünk. Én a magam részéről azt vettem észre, hogy a legnagyobb ajándék az volt, hogy együtt lehettünk, hogy amit évek óta mondtam a családnak, hogy legyünk egymás számára ajándék, mindenkinek van zoknia, hála Istennek mindenkinek van sálja, ne rongyoljunk ilyenkor végig a szupermarketeken, hogy csak még egyel többet vásároljunk, hanem legyünk egymásnak ajándék. Ez meglepő módon pont ebben a vírusos évben valósulhatott meg. Egymás számára lettünk ajándékok, és bízom benne, hogy ezzel a kis közvetítéssel egy kicsit a számotokra is sikerült az ünnepre való készülődést bearanyozni, megkönnyíteni. Talán ajándékok voltunk, mi igyekeztünk. Örülök, hogy itt voltatok velem. Menjünk Vidorral a fénybe, abba a sorsba, amit az ember magának kovácsol. Az F-dur tokkáta minden alkalommal megszólal a Vatikánban az éjféli miséken. Hozza el onnan azt a fényt, ami mindannyiunkra ráfér 2020 karácsonyán. Áldott és békés, szeretetteljes karácsonyt kívánok! Thank you.
Kedves nézők, kedves hallgatók, egy nem hétköznapi ráadással készültünk ennek a nem hétköznapi hangversenynek a végén. Ezek között, a falak között drága nagyanyám Iluska mama nagyon sokszor elmondta nekünk azt a karácsonyi imádságot, amely talán soha nem volt aktuálisabb, mint most 2020-ban egy járvány idején. A szeretetteli és mókás ezzel az imádsággal kapcsolatban az, hogy ameddig Iluska mama itt volt közöttünk, mi mindannyian tudni véltük az összes szót ebben az imádságban, teljes magabiztossággal soha nem írtuk le. Azóta, hogy Iluska mama sajnos nincs közöttünk, négyféleképpen emlékszünk arra, hogy pontosan hogy is volt ez az imádság. Becsület szavamra mondom, begyakoroltuk, hogy megpróbáljunk négyen egyfélét mondani. Ezzel együtt ez 30 éves megszokás, nem biztos, hogy sikerülni fog. De szeretném, hogyha az üzenet átmenne, mert ha valamikor, akkor idén ennek az imádságnak van aktualitása. Család, álljunk fel és vágjunk bele mama imádságába. Adja a jó Isten, hogy szép karácsony napját megérhessük. Erőben, egészségben el is tölthessük. És ha valamelyikünket elszólítaná az árnyék világból, adja meg az örök boldogságot. Boldogságot, békességet, bármelyik jó. Szeretettel kívánok áldott és békés ünnepeket mindnyájatoknak. Boldog karácsonyt!